Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai epizódban kettő dolog fog történni. Az egyik, hogy végre vezethetem álmaim versenyautóját, amiről nem is olyan régen álmodoztam, méghozzá ezt. És még mielőtt az életemet kockáztatnám a diákok által épített versenyautóban, megdöntök még egy fogyasztási rekordot is, úgyhogy Elon Musk, fogd meg a sörömet, mert hogy fogyasztási rekord döntés hándrás módra a Zalazónon, és azt hinnétek, hogy ezzel az AMG Mercedes-szel, aminek 0-2 a légenási együtthatója, de nem. Hanem, hölgyeim és uraim, hoztam egy spéci eszközt, méghozzá ezt a kis autót, amitől eldobtam az agyam, amikor először megláttam, mert hogy hát a diákok kerestek meg, hogy András, építettünk egy ilyen kisfogyasztású elektromos autót, kipróbálnád el, és én nem néztem meg, hogy miről van szó, azt hittem, hogy valamilyen összeeszkábált, bicikli, kerekes, kis műanyag, össze-vissza csiszolt valami, de ez nem az. Ez egy szuper high-end, high-tech, űrtechnológiás tudsz, és én most vezetni fogom. Most mondjuk így elnéztem, hogy így milyen ez is így. Vannak kétségeim afelől, hogy én ezzel megbirkózok-e. De a rekord az rekord. Marci, vezeted a Mercit, versenyzünk? Simán! Oké. Okay. Szia Zoli, nagyon köszönöm a meghívást, de basszus, azt nem mondtátok, hogy ezt még senki nem vezette, ezt az autót, és most így rohadtul izgulok, mert hogy nagyon drága. Pontosan, ez nagyon drága autó, tehát nagyon vigyáznod kell rá. Te vagy az első, aki vezetheted, és nem az egyetemre jöttél. De várjál, tehát ez 70 ember épít egy ilyen autót körülbelül iszonyatos mennyiségű pénzből, de hogy aki tervezi, meg dolgozik rajta, csinálgatja az alkatrészt, senki nem vezetheti. Én azt hittem, hogy mindenki vezetheti. Csapattagok vezethetik, ők azok, akik dolgoznak rajta, de külsős eddig még nem vezette, te lesz az első. Nem nagyon izgulok, Ádám, tehát hogy végülis csak hát kb. Hogyha munkaórákat is beleszámoljuk, pont annyiba kerül, mint ez a Mercedes, vagy többe, és ez 80 milla itt. Hát igen, annyi különbséggel, hogy ebből egy van. És ja, ebből van. Meg egy csomó. Hát még Magyarországon ebből sincsen sok. Én azért hoztam ezt a Mercedest, mert hogy ez erre nagyon büszke a Merc, és lehet is rá, de hoztattam volna Teslát is, hogy 0,2 a légenási együttható. Ha megnézitek oldalról a két autót, akkor látjátok, hogy áramvonalas, kevés levegőt tolnak, és nyilván ez az autó arra épült, hogy keveset fogyasszon, versenyeket nyerjetek vele, de hogy ennek mennyi a légenási együttható? Ennek 0,2, azt tudom. Annak 0,2, ennek 0,1 alatt van. Hogy őszinte? De. Várj, kicsit emészszük ezt a 0,1. Nem hiszed el? Én elhiszem, hát egyébként, hogyha ránézek, akkor így látom, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen szárnyalakú valami, mint a repülőgép szárny, és hogy az a legáramvonalasabb forma. Igen, igen, nagyon sok munkórát töltöttünk CFD-szimulációkkal, sőt, még a kicsinyített modell szélcsatornában is volt. Tehát a légellenállás az egy nagyon fontos kérdés volt a tervezés során. Ugye említetted, energiahatékony autó, minden komponensét úgy terveztük meg, hogy a lehető legkisebb tömegű legyen, legkisebb ellenállással, akár gördülési, akár légellenállásról beszélünk. A gördülését ezt meg tudjuk mutatni, nem? Én azt hittem, hogy ez egy ilyen gagyi biciklikerék lesz majd, egy ilyen Velorex vagy valamiről. Igen, ilyen virsliguminak szokták mondani, de annál azért komolyabb tudsz. Ez egy szénszálas felni tulajdonképpen, egy kerék aggyal, amin gondolom van egy kerékanya, valamilyen, nem látszik. Igen, igen, és központi kerékanyánk van. És egy olyan gumi, mint a BMW i3-asomon volt, csak ez fele kb. Gondolom, ilyen kis ellenállású Michelin. Abszolút, ezek speciális versenygumik. Hát itt nem a tapadás a lényeg, hanem az alacsony gördülési ellenállás. Tehát úgy van kiképezve maga a guminek az anyaga, meg a profilja is. Igen, érzem is, hogy egy ilyen, nagyon, nem egy ilyen nyúlós, igen, ragadós, igen, rágó gumi. Ezért örülök, hogy nem esik az eső, mert a kanyarba azért érdekes lett volna. Most nem nyugtattál meg egyébként, de így, hogy még mondtatok, hogy senki nem vezette, meg hogy még egy, hát ez egy lélekvesztő azért, semmilyen gondolom biztonságrendszer nincsenek benne. Kigyulladok, mit csináljak? Lekapcsolod a vészlájtót, azt jövünk a tűzoltókészülékkel, de nem lesz ilyen. De ki tudok szállni. Persze, hogy ki tudsz szállni. Ezt néztem, hogy ilyen egy retesz van az ajtón. Kívülről, belülről nyitható, teljesen biztonságos. Hát nem lopásgátlós, de ennek megteszi. Ez az ülés azért nem egy rekáró ülés, de nem egy rekáró ülés, ugye ez is nagyon könnyű, de kedveztünk neked, egy kis kényelmet csempésztünk a járműbe. Ez a kényelem, alapból nem ilyen. Mi, vagy nincsen benne, csak a szénszálas ülés? Pontosan. Mert hát, súly. Súly, aha. Igen. És a
pilótákat nem a kényelemért tartjuk. Hát le kell fogyasztani őket, ne egyenek annyit, és akkor még könnyebbek. Figyelj, mesélj már egy kicsit, hogy mekkora akkumulátor van ebben először is. Az akkumulátorunk egy lítium polimer aksi, ez olyan 0,4 kWh. Hogy ezt most lefordítom nektek, jó? Csak hogy fejben gyorsan átfordítottam, 0,4 kWh, az 400 wattóra, az kisebb, mint most egy átlagos elektromos bicikliben található akkumulátor, és ezzel mennék el 100 km-t elvileg. Hát ezzel 200-at. Sokkal többet el tudnál menni, menjük. Mert... Várj, nekem meg kell verni a Marcit. Tehát így, a Marci még nem tudja. Marci, te fogod vezetni a Mercit, és ezennel kihívlak egy verseny, mert Attilát most nem hoztam el. Hol lehet fogadni? Ezért... Megtenném a tétjeimet. Ezt szerintem nyerek, nem? Tehát mindegy, igazából egyetlen. Szerintem eldőlt a verseny, tehát olyan nagyon nagy verseny nem lesz, de kíváncsi vagyok, hogyha ilyen kis sebességgel megyünk, akkor a Merci milyen fogyasztáshoz, csak hogy lássátok, hogy mennyire high-end ez a valami. Tehát van 400 wattóránk, és azzal tudunk, majd mindjárt meglátjuk, megpróbálom megdönteni a rekordotokat. Nagyon finoman fogom vezetni, már csak azért sem, mert nem akarom összetörni, meg hát a fogyasztási versenyt meg akarom nyerni. Az biztos, hogy mindent lenyomok vele, nem? Amilyen az biztos. Azért jó. Gondolom, ezt vitorláznom kell, nagyon lassan kell gyorsítani, visszatöltés van? Ez a teljes egészében a versenysetupunk, most nincsen visszatöltés. Mert ez nagyon függ attól, hogy milyen pályán megyünk. De nem is kell, nem? Tehát, hogy igazából nem kéne fékezzek. Fékezni csak egyszer kell nálunk a versenyen, aha. Amikor meg kell állni, olyan, mint egy stop táblánál megállni egy városi közlekedésbe, akkor kell csak megállni. Amúgy féket nem használunk. Szóval no, fék, csak a gáz mennyi teljesítményen van, az mindegy, nem? Kicsi. Kicsi, de bőven elég, az autó képes 40 km per órával is menni. Nem akarok itt, most megnéztem ezt a pályát, én nem akarok 40-nel menni. Szűkívek vannak. Hát ott a kanyarba ez befordul? 40-nel? 40-nel? Hát 40-nel azért nem, de 25-tel be kellene. Na, nem kezdel esni az eső, akkor talán pályán is maradsz. Jó, hát figyelj, itt a kormányon van egy csomó piros gomb, de basszus, miért piros? A piros az ne nyom meg. Miért zöld nincs rajta, ami mondjuk így értelmezhető a számomra, és itt is van egy csomó minden, és meg kell tanítsátok ezeket, meg látom, hogy tök bonyolult kormánymű van. Jézusom, nem tudom, mire vállalkoztam. Kormánymű lehet bonyolult, de a kormányzás egyszerű, ugyanolyan, mint máshol, csak nincsen szervod. Ez egy iPad? Nem. Egy Windows tablet. Windows tablet kell a kommunikáció miatt. Igen, egyedi szoftvereink vannak, és ez Windows alapon fut, azért kell egy Windows tablet. És látom majd a fogyasztáson. Mindent látsz, nagyon jó. Hú, rendesen, figyelj, dobog a szívem, megnézhetjük majd a pulzusomat, szerintem már most 120, tehát hogy így megy fölfelé. Jó, majd hát bent akkor, is nézd meg. Mutassátok meg, és akkor hát én kipróbálom, és akkor hát versenyzünk egyet Marcival. Nem mondom, hogy nem izgulok, mert igen. Ülést lehet állítani, deréktámasz, ilyesmi. Mi az, hogy jó a gázgomb? Tehát amikor gyorsítani akarsz, akkor nyomod a gombot, és akkor majd kiszámolja. És mik a pedálok? Csak egy fél. Az van egy pedál. De van egy gázpedál is. Igen, azt is lehet használni, nem muszáj. Tehát gombbal gyorsítok, oké. Az az optimális. És ezeket nem kell nyomkodni. Hát az a fényszóró. Légkondi? Melyik a duda? Hát ez szuper jó. Igen. Labzsult kell nézni. És mennyinek kell lenni, hogy rekordot döntsek? Hát itt most ilyen 12 ezeret a megcsinál, az jónak számít. Fogalmam sincs, mi ez a labzsult, de tényleg a zsúl, azt tudom, hogy micsoda, de szóval igazából fingom nincs, hogy hogyan vezessem ezt az autót, de valami majd történik. Hasa, nem kellett volna annyit zabálni. Hajjajjaj. És akkor azt mondták, hogy nyomjam a gázpedált. Hát, ez egészen földön túl élmény. Azt a rohadt, körülbelül olyan érzés, minthogyha betettek volna egy cipős dobozba, és az elindulna alatta. Hát, ez elképesztő. Befordul, nem halok meg. Ez az. A kormányzás az annyira direkt, mint semmi. Hát ez brutális. Milyen hangok jönnek belőle. Istenem, csak ezt éljem túl, könyörgöm. Hát ez kurva jó. A gázpedál az olyan, hogy igazából ilyen, hát vagy adom a gázt, vagy nem adom a gázt. De eddig jól haladok, szerintem a fogyasztásom, az nem tudom mennyi, de a következő körben elindítom, és megpróbálok nagyon-nagyon finoman közlekedni vele. Azt mondták egyébként a srácok, hogy maga a szoftver az intéz mindent, tehát igazából
nekem csak nem szabad nagyot fékeznem, hanem csak menni kell, és ha megnyomom ezt a lapgombot, ez az, azt mondták, hogy 12.000 zsúl alatt kell tartsam. Nagyon pörög a zsúl számláló. Nagyon pörög a zsúl számláló. 2800, 3500, 3800. Ez az, vitorlázok, vitorlázok. Ez az, nem pazaroljuk az erőt, az elektronokat. 4600. Ajaj. De most itt lejteni fog. Ez az, jó leszek, itt gyorsítunk, 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 és most vitorlázunk. 5500, 5579, 5009, ez az, jó vagyok, nem megyünk túl gyorsan, ez nem hatékony, itt nem kéne fékezni, csak át kéne veretni a sikámba. Hölgyeim és uraim, muszáj fékezzek, mert a kamerás kocsi előttem nem megy elég gyorsan. Ez az. Ez az, jó vagyok, 5700 zsúl! Aj! A kormányzás az nagyon fura, és nagyon-nagyon úgy érzem magam, mint egy cipős nem oszma! Befordul, befordul! 6100 zsúl! 6100! 6200, most gyorsítanom kell, és itt dől el minden! 7100! 12000 alatt, ha vagyok meg, dől a rekord! 7600, 7700, 7800, 8000! Nagyon finoman kell fordulni vele, semmi hirtelen mozdulat! 8008, 9000, 10000, 11000! Megvan! Megvan! Össz! 11680 zsúl! Ezt nem hiszem el! Yes, yes, IMG! Hát ez itt teljesen esélytelen, bakker. Na mindegy. A pályát lemosattam, az mindenki fog segíteni, és András mit mondott nekem? A klímát azt kapcsoljam ki, mert az sokat fogyaszt. Ennyi. A sportmód az ugyan tetszik, de inkább vissza komfortba. Ez az. Az erős rekuperáció az nem lesz jó. Nincs rekuperáció. Nagyon jó. És mondjuk az órát nem fogom nullázni most még az elején. Először rágyorsulok, finoman, hogy ne vegyék észre. Ez az. Hello. Szépen felgyorsulunk. Nem feltűnő. Ez az. Így. Most egy nullázás szépen. Ez nem fog kiderülni. Ez az. És most már csak gurulunk. A 2,5 tonna. Remélem megteszi a dolgát. Nagyon óvatosan kell menni. Szépen. Mintha egy, nem is, mintha két tojás lenne a lábam alatt. Nagyon óvatosan, csak szépen. 5,5 kWh, ez az, yes, yes, 5,5, meg lesz, meg lesz. Az a baj, hogy itt babra megy a játék. Aki elveszíti, az fizeti a bablevest. Az íveket nagyon finoman, ez az, így. 5,4 kWh, 5,3, 5,2, 5,4, lejjebb, lejjebb, gyerünk, gyerünk, szépen. Nagyon jó, 5,3, de gurul, gurul, szépen, szépen gurulunk, ez az, finoman, 5,4, 5,5, és mindjárt, már nem sok van hátra, még egy kicsit menjünk, ne lassuljunk, tojások, tojásaim, az egyik elgurult, mert 7,3 kWh-ra felszaladt a fogyasztás. Ez az, gurul. És mindjárt, na jó, egy méterre korábban megállok, úgyse veszik észre. Ha fél szemmel nézem, 8,5, ha mind a kettővel, akkor is. 8,7. Megálltam is 8,5-ről 8,7-re felugrott. Marcikám, hogy sikerült ezt a 8,7 kWh-t produkáltál? Egyébként, várjál, de az nem rossz. Az nem rossz, mennyivel nem jöttünk rossz. Le? Autópálya jöttünk végig ilyen, hát gyorsítunk, igen, gyorsan. 28 kWh volt a fogyasztás lefelé. Na, én azt levittem 8,7-re. Csalás nem volt benne. Nem. Az én 10-re satszoltam. Hát lehet, hogy a mikor szél az megfordult nálam, egy kicsit segített, meg felmosattam a pályát. Na figyelj, mondom az én számod. 8,7. Tied?
0,57 kWh per 100 km. 0,57! De drága bableves lesz ez. Úgy hívtak le a srácok, hogy hát van-e kedve megnézni egy 1 kWh-t fogyasztó autót, ami 100-an öteszik. Ezt levitted felére. Le, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy te rohadt idegesítőleg ezt az őrgő zászlórudat, na mindegy. Kattognak, minek kattogjunk rajta, szóval, ugye? Mint megtudtam, volt egy ilyen delta görbe, amihez tartanom kellett volna magam, de én konkrétan azért küzdöttem, hogy ne boruljak föl ezzel a kis szörnyeteggel, és hogy kicsit lassabban mentem, mint amit elbírt volna a pálya, de így is tartottam a 12.000 zsúl alatt, nekem azt mondtak, én ennyi. Tartottam, ennyi. Na, szóval egészen hihetetlen. Tényleg gondoljatok bele, hogy ennek a fogyasztása most a Marci alatt volt 8 deci. Átszámítva. Benzinre. Energiába, árba, bármely. 8 deci. Ez meg fél deciliterrel tesz meg 100 kilométert, átszámítva. Fél deci benzint. Képzeljétek a saját autótokat, hogy fogtok egy feles poharat, beleöntöttök annyi benzint, és elmentek vele 100 kilométert. No, ez az autó, ez ezt tudja. És akkor... Ez a 7,5 deci, ez a luxus ára. Ez a különbség. Hát, és az igazából... csalással, mert azért... Nem, micsoda. Ahogy én vezetem, úgy ennyi a fogyasztás. Na, ahogy meg te... a felvételeket, viszont most, hogy majd ezt én vágom. Megvágom, ne aggódj. Megvágom, bevállalom. Jó lesz ez. Figyelj, most, hogy vezetem ezt a csodát, most lehet megölöm magam. De majd akkor a macskámra vigyázzatok, léci, mert azt mondták, hogy most föltették az esőgumit, de egyébként egy ilyen takony az egész, leszakadt az ég. Úgyhogy most kipróbálom a Formula Student versenyautót. László, meg kell magyaráznom a nézőimnek, hogy miért egy benzines versenyautót fogok vezetni, azért, mert csak ezt építetek. De ilyen egyszerű. Igen, a mi csapatunk az csak benzinmotorokat fejleszt jelenleg. Alapvetően az önvezető kategóriában már kicsit próbálunk belepillantani, de hát mind a csapat, mind az egyetem az egyenlőre eléggé benzinvérű, úgyhogy elég nagy feladat még egyenlőre az elektronik is. Majd megváltoztok ti is, majd szeretni fogjátok a villanymotorokat. Csináltam videót, ha nem láttatok, nézzetek meg a Formula Student videómat. Mindent elmondtunk kb. Amit lehetett 20 percben hát ennek az elektromos testvéréről, amit a BME-sek csináltak. Ez az autó viszont győri, hány lóerő? Nagyjából 75. 75 lóerő és 180 kiló. Plusz én vagyok 69 kiló, tehát olyan 200 pár kilót kell mozgatni 70 lóerővel, az álmos könyv szerint nem jelent jót úgy, hogy természetesen leesett az eső, és bár fölrögtátok az esőgumikat, így küzdeni fogok, mint Marc a jégen, nem? Nem, egyébként teljesen jó lesz a tapadás esőgumival. Tényleg? Most, igen, ne. De úgy meglepően jó lesz. Izgulok, tehát hogy egyszerűen... Ugye, amit az előző videóban meséltek a srácok, hogy itt azért 2,2 G-s oldalgyorsulások, meg oldalerők, meg van mennyi 80 kg leszorító erő is van az autón? Nagyjából igen, 800 N leszorító erő van, de már 50 km/h alatt. Szóval menjük 50-nel, és akkor lesz leszorító erőm. Bőven. Egy olyan autóban, ami tök bőven. Ismeretlen, és nem kéne összetörni, bár itt azért van hely, ahogy néztem, de... Ott van szallagkorlát is. Na jó, figyelj, akkor annyit segítsetek, hogy mire figyeljek, hogy hogyan ne üljem meg magam, de ami legfontosabb, hogy hogyan ne törjem össze az autót. És akkor, amíg még le nem megy a nap, addig én most kipróbálom. Végre egy mini Forma 1-es autót, egy mini Forma 1-es autót leszorító erővel, szárnyakkal. Minden autóra szárnyakat szeretnék.
Beállítjátok? Ja, igen, ott van. Az van, hogy 5 vagy 6 kört mentem ezen a kis pályán, és 120 a pulzusom. De volt, ha jól látom, akkor 130 is. Elképesztő élmény. Tehát semmihez nem fogható, nem hasonlít a gokárthoz. Nyilván ahhoz hasonlít talán legjobban, de hogy tudjátok, van az, amikor egy személyautóval kimentek a versenypályára, meg mi is voltunk már sok autóval, Marcival is, hányt is majdnem. Szóval ott így bemegy az ember az első kanyarba, nem tudom, 100-zal fékre, és így végtelen sikítás, keni el a gumikat. Ez egy nagyon könnyű valami, és egyszerűen csak így befordul, mint az állat. És nem tudom, tehát, hogy így igazából negyedikig föl se váltottam, 2-es, 3-as, 1-es. Azt hittem, hogy majd így kontrollálhatatlan lesz az egész, ehhez képest baromi könnyen meg lehet fogni, bármikor megcsúszik. Itt a végén már azzal játszottam, hogy na, mit bírsz még el, mit bírsz még el. És hogy megcsúszik, lehet kontrollálni, van leszorító elő. Annyira elfáradtam, tehát, hogy érzem, hogy azért így az erőlét az nincs meg egy ilyen versenyautóhoz, meg a torkom is ki van száradva. Szétvertem a vádlimat itt ilyen csavarokban. A cipőm az épp, hogy befért a pedálokhoz, úgyhogy ott volt, amikor nehezen tudtam a féket nyomni. Eszméletlen élmény! Nagyon dugva, nem tudom, látjátok a szemem, hogy hogy csillog. Versenyautó. Mindenkinek kéne egy versenyautó, és akkor nem kellene a közútra nagyon gyors autók, hanem a versenypályán itt lehetne állatkodni, mert itt lehet. És 5 kör után ki kellett jöjjek, mert annyira elfáradtam, hogy most még vissza fogok menni, nyilván. De hogy hát ez valami hihetetlen. A rugózásnak, a futónak egyszerűen látszik benne az a 100 000 munkaóra, amit 70 embernek a tudása benne van ebben a kis versenyautóban. Nem, leírhatatlan mindenhez. Tehát nem lehet semmihez se hasonlítani, brutális. És úgy, hogy nem slickeken mentem, ilyen nyálkás, pocsolyás, eső utáni aszfalton, el se tudom ki, mert egyébként lehet, hogy jobb, hogy nem slicken mentem, de tényleg. Hát ilyen, Marci, ma nem lesz gond az alvással. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Remélem, hogy tetszett ez az epizód. Nyomjatok egy lájkot, hogyha igen. Aki dislike-ot nyom erre, az nem tudom, hogy hol él, mindegy. Nagyon köszi a srácoknak, hogy meghívtak engem. Beteszem az elérhetőségeket, weboldalakat mindenhova. Valaki fogja, ezt megköszi. Nagyon köszi a Tiszta Energiáknak, Reghozértének, Superszokónak, Smartdiscónak, Marni fürdőszobáknak, Skyfall autófóliázásnak. Skyfall jó jönne ide, csak mondom, hogy ilyen fóliák, meg minden. És következő epizódi. Sziasztok! Kicsit elfáradtam. Ez nagyon durva. Nagyon köszönöm az élményt, srácok, tényleg. Ez nagyon brutális volt.